Halló! Szevasz, Sanya! Robi vagyok, figyelj! Te vagy előttem? Ha nem tudom, látsz egy szép új metrókocsit elégedett utasokkal? Nem. Akkor én? Te figyú, igazából azért hívlak, hogy hátrébb tudnál-e tolatni egy olyan 10 métert? Miért? Gondoltam, hogy megebédelnék, amíg állunk, de csak 1,5 méteresen nyárs, amin a szalonna van. Kicsit hátrébb jössz, akkor beleér a tűzbe pont. Ha. De látod, hol áll most a hátsó kocsim? A lángokban. Utasok jól vannak? Igen, jól viselik. Csöndben ülnek. A tűzben? Ja, hogy nálad? Azt hittem az enyémeket kérded. Na, figyelj, tolass, mert éhes vagyok. Jó, megyek, szólj, ha jó. Jó, megyek. Jó, oké, gyere, igen? még. Basszus, neked mentem. Igen, akkor mégse te vagy előttem. Most mit látsz, hol vagy? Kökin. Ja, az jó. Azon belül az obiban. Te egyébként mi újság? Semmi különös. Sokat gondolok a tanyámra, meg az aratásra. Milyen a tanyád? Tarlós. Te! Hallottad már az új utastájékoztató hangokat? Sokat változott? Nem, csak a mondat végi írásjelek. Ha nem értem. Hát például Népliget, az ajtók a jobb oldalon nyílnak. Ez az csak őszintén. Tőlem a napokban megkérdezte egy utas, hogy tessék mondani, ez az M3-os. Ha mondom, még nem. De ha Újpest központnál megint elromlik a fék, akkor elgurulunk odáig. Hát tiszta hülyék ezek az utasok. Tőlem az egyik utas megkérdezte, hogy a Lehel térhez hol kell leszállni, mondom az ajtónál. Mit szólsz a felújított szerelvényekhez? Te, ezek az oroszok nagyon tudnak. Beszereltek egy új csipet. Mit tud? Úgy időzíti a baleseteket, hogy pont a klinikáknál legyünk. És gondolom mezé festették fehérre a vagonokat, hogy használhassák a mentőbeállót. Ja, igen. Jövőre jön egy újabb típus, ami a bárányhimlős utasokat kilöki a Pöttyös utcánál. Nem tudom. Indulhatnánk már. Igen, te mióta vagy az alagútban? Ó, hányadika van? 22-e. Akkor 15. Február? Nem, 2000. És te? Nem tudom, csak arra emlékszem, hogy 2 hónapja bekopogott az ablakomon az Antal Nimrod, hogy vállalnám-e a Csányi szerepét a Control 2-ben. Te, mentek valahova nyaralni, ha egyszer kijutsz? Tavaly befizettünk egy utat a Barlang Toursnál. És ti? 2 hét Rudabánya. Ja. Alig várom. Tényleg, ha mentek nyaralni, van egy eladó naptejem, 85-be járt le. De még Origin. Te, egyébként család jó van? Kösz, jó. Ha, hány gyerek van? 2. Fiúk, lányok? Hát a nagyobbik fiú, a másikat meg nem tudom, mert lemaradt az SMS végéről. Ha. Tavaly született, de még azután, hogy ide lejöttem. Nálad mi újság párkapcsolatilag? Mi van, feleség, barátnő? Mindkettő jó van, köszi. Van fotóm róluk, hogy amikor majd hazaérjek, ne keverjem össze őket. Te fie, hallottad, hogy állítólag már átadták a 4-es metrót? Ne szivatsz, ne. Pedig de, bizonyám, és képzeld, vezető nélkül megy. Na, legalább egyel kevesebb áldozat, ha kigyullad. Ja. De és miért nincs sofőr? Ha, állítólag így biztonságosabb. Ha, nem tudom, én annak idején buszon kezdtem és hagytam már üresbe végállomáson, de akik akkor ott voltak a Boráros téren, nem erősítenék meg ezt az állítást. Te és milyen a metró? Alsztom. Ja, hát úgy könnyű. Az én szerelvényem is magától megy sokszor, amikor alszom. Na, úgy tűnik elindult az előttem levő. Este, Tali? Aha. Várj, azt sem tudom, hogy hol laksz. A Népliget mellett. Kocsival jössz? Hülye vagy? Hát a metróval a leggyorsabb.